Üdvözletem, Reisz Lajos vagyok, ebben a videóban pedig egy műszaki rajz alapján fogunk elkészíteni egy modellt. Ez a műszaki rajz látható jelenleg a képernyőn. Ebben a videóban elkészítjük ez alapján a modellt, majd a következő videóban modellből készítjük el ezt a műhelyrajzot. Kezdjünk is hozzá, első lépésben ugye nyilván el kell indítani a Solid Edge-et, majd utána ISO alkatrészt kell megnyitni. Nagyon fontos, hogy itt hagyományos mód legyen bejelölve, amennyiben valakinek szinkron modellezés látszódik itt, jobb gombbal kell rá kattintani, kijön egy lista, és a legutolsó, legalsó az áttérés hagyományos módba parancsot kell kiválasztani, bal gombbal egy kattintás, és hagyományos módba kerülünk ezáltal. De első lépésként ugye valami ilyen kihúzást kell alkalmazni, normál kihúzást fogunk alkalmazni természetesen, de előbb a bázis referencia síkokat be kell kapcsolni, hogy legyen mégis egy sík, amire tudunk rajzolni. Kiválasztjuk a kihúzás parancsot, bal gombbal kattintunk rajta, és ki kell választanunk egy síkot, amelyikre dolgozunk. Ugye célszerű az előnézetet kiválasztani, ugyanis azt a keresztmetszetet fogom megrajzolni, amelyik a műszaki rajzon is előnézetként szerepel, nyilvánvaló, hogy az előnézeti síkra. Kattintok bal gombbal a síkon, és ezáltal bekerülök a vázlat nézetbe. Itt most meg kell rajzolnom a vázlatot. Ugye mi az, amit elsőként észreveszünk a műszaki rajzon? Hát az, hogy ez egy szimmetrikus alkatrész, tehát szimmetrikusan kell elkészítenünk. Ehhez célszerű megrajzolni egy vonalat. Arra vigyázzunk, hogy véletlenül se végpontnál kezdjük el a rajzolást, hanem valamelyik kezdőpont, vagy valamelyik X tengelyen lévő ponttal, és valamelyik X tengely másik oldalán lévő ponttal fejezzük be. Most rajzoltunk egy tetszőleges vonalat. Hogyha megrajzoltuk a vonalat, és utána szeretnénk akár egy másik vonalat rajzolni, vagy egy másik műveletet elvégezni, akkor érdemes nyomni vagy egy Escape gombot, vagy pedig megnyomni az egérnek a jobb gombját, ezzel fejezzük be a parancsot. Van egy vonalunk, aminek meg kell adni most a méretét. Gyors méretezéssel az egyenes valamelyik tetszőleges pontjára kattintva a méretet kiválasztottuk és megadtuk, következő bal gombos kattintással pedig a méretet lerakjuk, és szerkeszthetővé válik. Ha ránézzünk a rajzra, azt látjuk, hogy felülnézeten a két furat közötti távolság az 100 mm, és látjuk, hogy egy R25-ös lekerekítés van mind a kettő végén az alkatrésznek, tehát egy 150 mm-es vonalat látunk előnézetben, beírjuk a 150 mm-t, és ezzel meg is adtuk a hosszt. Most az, hogy ez szimmetrikus legyen, ahhoz nekünk arra van szükségünk, hogy ennek a szakasznak a felezőpontja az éppen az X és az E tengely találkozásában lévő origón legyen. Kétféleképpen oldhatjuk ezt meg. Az egyik az vagy úgy, hogy csatlakozáskényszert alkalmazunk, ilyenkor bal gombbal kattintunk a csatlakozáskényszeren, megkeressük a vonal középpontját, bal gombbal kattintunk, majd megkeressük az X tengelynek a középpontját, felezőpontját, vagy az E tengely felezőpontját, ez ránk van bízva, mind a kettő ugyanaz a pont, és kattintunk azon is. És ezzel bekerült az origóba a vonalunknak a középpontja, vagy a felezőpontja. Látjuk, hogy 15 mm a magassága ennek a talpnak. Megkeressük, vagy kiválasztjuk a rajzi elemek közül a vonalat, megkeressük az egyik végpontot, kattintunk rajta bal gombbal,
elmozdítjuk felfelé az egeret, beírjuk a 15-ös értéket, ütünk egy entert, és ugye ilyenkor még felnézünk, látjuk, hogy a 90 fok volt az aktív, most már 43 fok lett, és ahogy a mozgatjuk, úgy változik ez a szög. De hogyha az egeret hagyjuk ugyanolyan helyzetben, mint ahol az előbb volt, és ütünk még egy entert, tehát a hosszérték beírása után két entert ütünk, akkor kerül a fix helyére. Ez az egyik megoldás, a másik pedig az, hogy beírjuk, hogy az 90 fok. Ugye, most megrajzoljuk a vízszintes részét, ilyenkor kiválasztjuk, vagy megkeressük az eredeti vonalnak a végpontját, és fölfelé elmozdítjuk az egeret, látjuk, hogy egy ilyen kis szaggatott vonal látszódik a végponttól fölfelé függőlegesen, illetve megjelent a vízszintességet jelölő kis piktogram is, tehát itt, ha kattintunk, akkor kaptunk egy ugyanolyan hosszú szakaszt, mint az alsó 150 mm-es, és zárjuk utána a sokszöget. Ezt persze meg lehetett volna csinálni úgy is, hogyha téglalap középpontjával a parancsot alkalmazzuk, akkor középpontra kattintunk rá, és onnan megadjuk a méreteket, de így is meg lehet oldani. Ugye a következő lépésben meg kell adnunk a középső furatnak a középpontját, ahhoz kiválasztjuk a kör középpontjával a parancsot, valahol az Z-tengelyen ismét figyelünk, hogy nem nevezetes, tehát nem végpont, nem felező pontra tesszük le, hanem a Z-tengely valamelyik egyéb pontjára a kör középpontját, majd ezután megadjuk az átmérőjét, ami 32-es. Jó, ezzel megadtuk az átmérőt, a pozíciót azonban még nem. A rajzról leolvasható, hogy ez a kör, ez 50 mm-re van a talptól, ezért gyors méretezést alkalmazva ezt az értéket megadjuk. Kattintunk bal gombbal a gyors méretezésen, kattintunk egyszer az alapvonalon, majd utána megkeressük a körnek a középpontját. Kattintunk azon is, és ugye itt most a vízszintesen mért távolságot, ahhoz, hogy a függőleges távolságot tudjuk megadni, nincsen más dolgunk, csak elhúzzuk egy kicsit balra az egerünket, vagy akár jobbra, amelyik nekünk szimpatikus. Egy kattintással lerakjuk a méretet, beírjuk az 50-es értéket, és ütünk egy entert. Na de, érdemes a körnek is megadni a pontos méretét, gyors méretezéssel. Erre azért lesz szükség, mert amikor ismét műszaki rajzot készítünk, tehát a modellből műszaki rajzot készítünk, akkor lesz egy egyszerű funkció, méretátvételnek hívják ezt a funkciót, és amilyen méreteket itt az alkatrész modelljének elkészítése közben használtunk, azokat a méreteket át is tudjuk venni a műszaki rajzhoz. Ezzel kicsit meg tudjuk gyorsítani a méretezésnek a folyamatát. Éppen ezért, hogyha már úgyis gyors méretezésben vagyunk, érdemes megadni a 15 mm-es magasságot is. Jó. Látjuk, hogy egy R30-as a felső lekerekítés, ami azt jelenti, hogy ajzolunk ide egy kört középpontjával, aminek az átmérője az 60-as lesz. Érdemes egyszerre ennek a körnek a középpontját kiválasztani, mint középpont, és nem koncentrikus kényszerrel vagy csatlakozás kényszerrel később behelyezni. Ehhez először az egeret a kör fölé kell vinnünk, és ezután tudjuk csak kiválasztani a körnek a középpontját. Ugye látjuk, megjelent a kör középpontjának a jele, kattintunk, ilyenkor már automatikusan
koncentrikus körkényszerben vagyunk, beírjuk az átmérőt, ütünk egy entert, és ezzel meg is van a felső 30-as lekerekítési sugárral rendelkező körívünk. Na de látjuk, hogy a rajzon itt most függőleges vonalat kéne rajzolni, hát rajzoljuk meg. Vonalparancsot kiválasztjuk, bal gombbal kattintunk rajta, megkeressük a körnek a baloldali kvadránspontját, ez lesz az, bal gombbal kattintunk, lehúzzuk az egeret lefelé, ilyenkor megjelenik egy csatlakozás kényszer, igazából az annak a jele, hogy a vonal, ami éppen alul zölden világít, az tartalmazni fogja azt a pontot, amit a kattintással nyerünk, illetve mellette ott van egy érintőkényszer jelölés, az viszont azt mutatja, hogy a körhöz érintő helyzetben viszonyul ez a vonal, amit most kattintunk. Tehát, hogyha mind a kettő kényszert látjuk, akkor bal gombbal kattintunk, és akkor a másik oldalon is megismételjük ugyanezt. És készen is volnánk. Azzal a különbséggel, hogy még le kell vágni ezt a kettő részt, amire nincsen szükségünk. Ehhez alkalmazzuk a levág parancsot. A levág parancsnak mind a két funkcióját meg fogom most mutatni. Az egyik az az, hogy kiválasztottam, és utána fölé viszem valamelyik körívnek, vagy pedig vonaldarabnak, amit le akarok vágni, és a program egy kijelöléssel mutatja, hogy levágás lesz belőle, vagy pedig tulajdonképpen, hogy mit akar levágni a program. Hogyha az, amit le akarok vágni, az van kijelölve, akkor egy bal gombbal kattintok, és a levágást azt elvégezte. Ha azonban több olyan vonal van, amit le akarok vágni, akkor érdemes a bal gombot lenyomni, nyomva tartani, és akkor egy ilyen szabad kézi vonalat húzok, és amit érint ez a szabad kézi vonal, azt a program le fogja vágni a bal gomb elengedése után. Ennél a funkciónál ismerni kell egy kicsit, hogy pontosan kell dolgozni ahhoz, hogy ténylegesen használható legyen maga a parancs. Jó, minden megvan adva, minden méret, minden pozíció, úgyhogy vázlat bezárásával létrehozhatjuk az alkatrészt. Jó, ugye nem csak egyik tengelyre szimmetrikus, hanem egy másik tengelyre is, ha ránézünk a felülnézetre, látjuk, hogy ez hosszában is szimmetrikus, emiatt célszerű a szimmetrikus kihúzást választani. Itt találjuk a szimmetrikus kiterjedés kiválasztásának lehetőségét, ezen bal gombbal kattintunk, majd meg kell adnunk a testnek a szélességét, amit az oldalnézeten, a bal nézeten tudunk leolvasni, ennek az értéke 50 mm, beírjuk, ütünk egy entert, és ugye szimmetrikusan fogja kihúzni a program a keresztmetszetünket mind a két irányból 30-30 mm-re elosztva. Jó, látjuk még egyszer a méreteket, tudjuk ellenőrizni gyorsan, hát ha valami nem stimmel, meg is teszem, de úgy nézem, hogy minden jó, úgyhogy jöhet a befejezés gomb. Ezzel elkészült a testnek nagyjából a formája. Következő lépésben el fogjuk készíteni a lekerekítéseket. Felülnézetet tekintsük, látunk ott egy R25-ös lekerekítést. Azokat fogjuk most elvégezni, kiválasztjuk a lekerekítés parancsot itt a testműveletek között, beírjuk a 25 mm-t, mint lekerekítési sugár, és kiválasztjuk ezeket az éleket, csak ugye itt a választásnál él per sarok lehetőséget kell kiválasztani. Ezután egyesével ki tudjuk választani
ezeket az éleket. Abban az esetben, hogyha ezt a hátsó élet nem tudjuk kiválasztani, vagy nyilván nem látjuk. Ahhoz, hogy lássuk, ahhoz el kéne forgatni a testet, de nincsen rá semmi szükség, ugyanis, hogyha körülbelül oda visszük az egeret, ahol úgy véljük, hogy van ez az él, akkor a program kiválasztja, vagy megmutatja nekünk, hogy ez ténylegesen ott van, vagy pedig, hogyha esetleg csak ide a sarokpontjához visszük az egeret, akkor megjelenik egy ilyen kis egérjelölő piktogram, aminél azt látjuk, hogy a jobb egérgomb az be van feketítve. Ha itt megnyomjuk most a jobb egérgombot, kijön egy úgynevezett quick pick ablak, ahol egyesével egy táblázatból tudjuk kiválasztani az éleket. Ezek a sajátosságok tulajdonképpen, tehát hogyha itt akár furat lenne, akkor még a furatot is ki tudnánk választani. Nyilván most annak itt nincs, nem lenne semmi értelme, de a táblázatból figyeljük meg, ahogyan egyik-másik kihúzásra vagy élre viszem az egeret, csak az lesz kijelölve. Ugye ez az él, amire nekem szükségem van, kattintok rajta, és látjuk, hogy ezt le is kerekítette. Ilyenkor a zöld pipára bal gombbal kattintok. Ilyenkor kicsit sötétebben jelöli a program, hogy melyek azok az élek, amik eredetileg ott voltak. Ha rá kattintok bal gombbal az előnézett gombra, akkor viszont a program el is végzi a tényleges lekerekítést. Jó, befejez gombbal, véglegesítem a parancsot. Következő lépésben a furatokat fogom feltenni rá, azaz igazából elkészíteni a talpra. Ehhez a furat parancsra kattintok bal gombbal, és ki kell választani ezután a síkot. Ugye itt látjuk, hogy az alapvető bázis referencia a síkok inkább zavaróak, mint hasznosak, ezért célszerű őket kikapcsolni, akár a bázis koordináta rendszert is. Kiválasztom a talpnak a felső síkját, kattintok bal gombbal, és megkeresem ennek a körívnek a középpontját. Megtaláltam, ugye egyértelmű, hogy itt található a furat, kattintok bal gombbal, és ugyanezt megismétlem a másik oldalon is, körív fölé oda viszem az egeret, ilyenkor mutatja meg a program a körnek a középpontját, és leteszem oda ezt a körnek látszó furatot. Figyeljünk oda arra, hogy a furatnál nem kört kell rajzolni, hanem be kell állítani a furat kört. Azt itt a furathoz tartozó eszköztárban található furat kör, furat beállítások parancsban tudom elvégezni. Kattintok bal gombbal ezen is, és kijön a furat tulajdonságai ablak. Mivel hogy ez egy kúpos süllyesztett furat, a típusnál egyszerűen ki tudom ezt választani, a típusok közül ki tudom ezt választani, de figyeljük meg, jobb oldalon a piktogramnál látjuk, hogy ez hogyan is néz ki pontosan. Ugye látjuk, hogy 19 mm-es maga a furatnak az átmérője. A süllyesztés átmérőjét is le tudjuk olvasni, az 34 mm. A süllyesztés szögét is megadhatjuk, az pedig 90 fok. Túl gyorsan nyomtam entert, semmi probléma. Ugye látjuk, hogy megváltozott a furatnak a jelölése. Annak ellenére, hogy mi két kis kört raktunk csak le. De visszatérek a furat beállításokhoz. Mert nem vagyok benne biztos, hogy beállítottam magát a furatot. Ugye ez itt most magára a furatra vonatkozik, ez a süllyesztés átmérője, tehát itt fent mérhető átmérő. A süllyesztés szöge az pedig ugye a süllyesztés kettő távolabbi pontja, vagy alkotója között mért szög.
Jó, és utána pedig a furatnak a kiterjesztését, azt itt tudom megadni. Ugye ez most mindenen keresztül van, tehát jól van beállítva. Oké. És ugye nagyjából úgy néz ki, mint ahogyan a műszaki rajzon is látható, úgyhogy valószínűleg jól dolgoztunk, hisz az értékeket is jól adtuk meg. Ha mindennel készen vagyunk, vázlat bezárása gombot megnyomjuk bal gombbal, és utána már csak egy irányt kell megadnunk, tehát nyilván a semmiben nem tudunk furatot készíteni, csak az anyagba lefelé, úgyhogy ha a nyíl jó felé mutat, kattintunk bal gombbal, és megnyomjuk a befejez gombot. Ezzel elkészült a furat is. Nincs más hátra, mint középen a kivágás elkészítése. Tekintsünk a bal nézetre. Ott látjuk, hogy a körnek a középpontja az 50 mm magasan van, és onnan vissza pedig 30 mm az, ahol ennek a kivágás, ahol ez a kivágás elkezdődik. Emiatt célszerű a kivágás parancsnál nem egybevágó síkot, hanem párhuzamos síkot megadni, és az alkatrészünk talpától fölfelé 20 mm-re. Ugye 50 mm-ből kivonjuk a 30 mm-t, ezzel megkaptuk a 20 mm-t. Ugye síknak két oldala van, ezért a felsőnél kattintunk. És akkor most abban a síkban vagyunk, amelyikből a kivágás fölfelé fog elindulni. Itt most a program nekünk úgy forgatta be az alkatrészt, hogy pont nem látjuk a felső részt, csak az egész talpát, nem probléma. Nézes stílusoknál át tudjuk állítani drótváz modellé az alkatrészünket, és így látjuk a többi vonalat is. Ha egy kicsit én ezt elfordítom, és visszakapcsolom az árnyékolt élkiemelést, akkor így egy kicsit látványosabb lesz az elforgatás. Tehát ezt a vonalat, amit itt látunk, illetve ezt a vonalat, illetve az ezekhez tartozó másik kettő vonalat, tehát ott benne, ahol a törés van, illetve itt. Azokat kell nekünk kiválasztani. Ctrl H, vagy pedig a vázlat nézet gomb megnyomásával visszatérünk, visszakapcsoljuk a drótvázat, és kiválasztjuk a téglalap középpontjával a parancsot. Megkeressük itt a szakaszfelezőt. Abban az esetben, hogyha esetleg nem találnánk, van B-terv is, de igazából megtaláltam. Ilyenkor lehet, hogy érdemesebb a bázis referencia síkokat egy pillanatra visszakapcsolni, mert ugye itt az origóban kell megadnunk egy téglalapot, aminek a méretei a rajzról leolvashatóak. Ez ugye a szélesség az egyértelműen meg kell, hogy egyezzen az elölnézetről leolvasható szélességnek, tehát ezen a szakaszon kell rajta lennie mindenképpen, 60 mm, és a magasság megadása, azaz, amit le kell olvasnunk a rajzról, az 25 mm, és ugye ezzel készen is vagyunk. Vázlat bezárása gombra rákattintunk, és ugye itt drótváz modellben látszik minden, de igazából nekünk nincs is szükségünk arra, hogy mindent lássunk, hanem az a lényeg, hogy tudjuk, hogy mit kell kivágni. Ugye nekünk az a lényeg, hogy felfelé egészen addig, ameddig az alkatrészünk teteje van, kivágjon mindent. Ehhez használjuk a kivágás következőig parancsot, azaz lehetőséget,
és ugye felfelé kell mutatnia a nyílnak. Ha ez így is van, akkor kattintunk egyet bal gombbal, és befejezzük. Majd, hogyha nem látjuk a vonalakból a testet, akkor visszakapcsoljuk árnyékolt élkiemeléssel nézes stílusba, és láthatjuk, hogy tényleg azt vágta ki, tényleg olyan irányba, amilyet mi szerettünk volna. Jó, ezzel igazából el is készült a test. Mentsük el. És utána ezt az elmentett alkatrészt el fogjuk készíteni. Ez alapján el fogjuk készíteni ugyanezt a műszaki rajzot. Akkor köszönöm a figyelmet, mentés után folytatjuk.